A kálcium egy olyan tápanyag, amelyre minden élő szervezetnek szüksége van, beleértve minket, embereket is. Kevesen tudják róla, hogy a szervezetben előforduló legnagyobb mennyiségű ásványi anyag, ami létfontosságú a csontok egészségéhez. A testünkben megtalálható kálcium 99%-a a csontokban és fogakban található, azonban szükséges az agy és a test más részei között történő kommunikáció fenntartásához is. Nem utolsó sorban szerepet játszik az izommozgásban, illetve a szív- és érrendszeri működésben. Videónkban most hat tényt mutatunk be a káciummal kapcsolatban, amiről mindenképpen érdemes tudnod, azonban mielőtt megosztanánk veled a részleteket, kérlek lájkold ezt a videónkat és iratkozz fel csatornánkra is. Szervezetünk nem képes előállítani. Hiába a kácium a legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyag, szervezetünk mégsem képes önmagában előállítani, ezért is kiemeltem fontos feladat megfelelő mennyiségű bevitele. Pótlására két lehetőség áll rendelkezésre. Kálciumban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása, vagy kálcium kiegészítők alkalmazása. Magas kálcium tartalmú élelmiszerek lehetnek például a tejtermékek, mint a sajt, tej vagy joghurt, illetve a sötétzöld zöldségek, például a kelkáposzta, spenót, brokkoli vagy fehérbab. A felsoroltakon kívül jó választás lehet még a szardinia és a különböző gabonafélék. Felszívódásához D-vitamin szükséges. A szervezetünknek D-vitaminra van szüksége a bevitt kalcium felszívódásához. Amennyiben erre nem figyelünk, úgy az elfogyasztott kalcium bizonyos része nem fog megfelelően hasznosulni. Az olyan D-vitaminban gazdag élelmiszerek fogyasztása, mint a lazac vagy a tojás sárgája, mind segíthetnek a kalcium hatékonyabb felszívódásában. Fontos azonban megemlíteni, hogy az egyik legjobb és legtermészetesebb D-vitamin forrás a napfény. Tehát ha úgy gondolod, hogy nem viszel be elegendő D-vitamint, akkor nyáron mindenképpen érdemes lehet több alkalommal napoznod egy kicsit. A hatékonyabb kalcium felszívódás érdekében Nők számára még fontosabb Számos kutatás már bebizonyította, hogy a kalcium fogyasztása a nők számára hasznosabbnak bizonyulhat, mint a férfiak esetében. Egy 2019-ben készült tanulmány például azt találta, hogy a kálcium fogyasztása enyhítheti a PMS tüneteit. Ezt a következtetést arra alapozták a kutatók, hogy a PMS tünetei a vizsgálatban résztvevők esetében mindig intenzívebbek voltak azoknál, akik alacsonyabb kálcium és magnézium szinten rendelkeztek. Ajánlott mennyiség az életkortól függ. Honnan tudhatod, hogy elegendő kálciumot fogyasztasz? A National Institutes of Health kutatásaira támaszkodva, a felnőttek számára az ajánlott napi bevitel 1000 mg. Azonban az 50 év feletti vagy terhes nők esetében az irányadó mennyiség 1200 mg. Természetesen a legjobb megoldás, ha az említett mennyiséget természetes módon próbálod bevinni szervezetedbe, azonban ha erre nincs lehetőséged, úgy jó alternatívát nyújthatnak a különböző kálciumkészítmények. Hiánya egészségügyi problémákhoz vezethet. A tartósan fennálló kálcium hiány akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet. Többek között növelheti a csontritkulás kialakulásának kockázatát, illetve törékenyebbé teheti a csontokat, ami különösen az idősebb korosztály esetében jelenthet komolyabb veszélyeket. Továbbá a kálcium elengedhetetlen szerepet játszik a gyerekek növekedésében és fejlődésében. Azoknál a gyerekeknél, akik nem kapnak elegendő kálciumot, előfordulhat, hogy nem fogják elérni teljes, potenciális testmagasságukat, vagy más egészségügyi problémák alakulnak ki náluk. Végezető pedig az is elmondható, hogy a kálcium pótlásának hiánya akár magasabb vérnyomást is eredményezhet. A felsoroltak után már kétség sem fér hozzá, hogy miért is érdemes odafigyelned a kálcium rendszeres bevitelére. A túl sok kálcium mellékhatásokkal járhat, Bármilyen fontos ásványi anyag esetében a megfelelő mennyiség bevitele kulcsfontosságú, ellenkező esetben különböző negatív mellékhatások jelentkezhetnek. A túl sok kálcium fogyasztás tünetei lehetnek a székrekedés, puffadás, illetve a túlzott gázképződés. Amennyiben hosszú ideig túl sok kálciumot fogyasztunk, úgy továbbá megnövekedhet a vesekő kialakulásának kockázata, vagy a hiperkalcémia, ami a kálcium vérbe történő lerakódását jelenti. Sőt, néhányan már most is úgy gondolják a kutatóvilágban, hogy egyes kálcium rendszeres fogyasztása növelheti a szívbetegségek kockázatát, azonban ezen a területen egyelőre nem született olyan tanulmány, ami igazolná ezt az állítást. Összegzésként elmondható, hogy a kálcium megfelelő mennyiségű bevitele elengedhetetlen egészségünk megőrzéséhez és fenntartásához. Pótlására lehetőségünk van természetes ételekből, illetve táplálékkiegészítőkből is, hiánya pedig növelheti a csontritkulás kialakulásának esélyeit, illetve gyerekeknél fejlődési problémákat is okozhat. Te mennyire figyelsz kálciumbeviteledre? Válaszodat érd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, akkor lájkolj minket, iratkozz fel csatornánkra, és oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésedet, hamarosan újra találkozunk!